Isten hozta önöket, szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, de legfőképpen egyesületünk tiszteletbeli tagja, az én példaképen minden téren, dr. Papp Lajos szívsebész professzor urat. Aki nagyon szereti a csendet, és késztet is minket a csendre, hogy a belsőnkre figyeljünk. Megmondom őszintén, én nagyon vártam ezt az alkalmat, és nem csak azért, mert anyák napja közelettével amúgy is egy kicsikét elérzékenyül az ember lánya, hanem amiatt is, mert nagyon régen hallottam személyesen a professzor urat, körülbelül egy éve, és remélem, és bízom benne, és tudom, hogy ez a mai este szívem, lelkem javára fog szolgálni. Isten hozta valamennyi őket, és furcsa módon kéréssel kezdtem a mai találkozást. Azért is, hogy fel tudjanak készülni a kérésre, az elején mondom, én nagyon szépen kérem önöket, hogy engem ne tapsoljanak meg. Ennek több oka van. A legfőbb oka az, hogy én nem előadást jövök tartani Gödöllőre és sehova az országba, hanem megpróbálok néhány gondolatot átadni. Megpróbálom Isten igéjét a magam módján hirdetni. A Teremtő Isten mindannyiunkat ide a földi valóságban meghatározott céllal és feladattal küld. Nem mi határozzuk meg, hogy mikor születünk ide, az sem, hogy hova születünk a földön, az sem, hogy mikor megyünk el ebből a földi világból. A Teremtő gondoskodott arról, hogy most, amikor mintegy 7 milliárdnyian vagyunk a Földön, nincs két egyforma ember, és soha nem volt, és soha nem lesz egyedi csoda mindenki, aki itt ül, és a Földre leszületik. Ezért számomra nincs szép ember, meg csúnya ember, szép nő és csúnya nő, csak gyönyörű ember van. Mert ilyen nem volt, és soha nem lesz. Mindegy, hogy milyen korú. Minden kornak megvan a maga szépsége. És minden kornak, legyen az bármilyen idős, az ember megvan a feladata. Mindannyian feladattal jövünk. De mi a feladatunk a földi létben? A Jóisten vagy vajon arra küldött ide, hogy szenvedjünk itt a földön? Szó sincs róla. A jó Isten jó, azért küldött ide, hogy a földi valóságban örömteli életet éljünk. A Teremtő, amikor megteremtette a világ mindenséget, tökéleteset alkotott. Isteni munka volt. Hogy az ember nem mindig értette az isteni szándékot és a saját elképzelése szerint alakította a természetet, az már a kezdetek kezdetén ütközést okozott. A példa az első emberpár, Ádám és Éva, amikor mindent ehetett, mindent ihatott, egy gyümölcsfáról nem lehetett volna gyümölcsöt venni. Ezt a papok nem egészen jól magyarázzák. Tudnélik, nem a
tudás, hanem az isteni tudás almája volt az. Mit jelent ez? Én egész életemet egy nagyon pici szervünk, 350-450 gramm a szívünk. Én ennek a kutatására, ennek a szívnek, a titkainak megfejtésére szenteltem. Olyan balga voltam ifjúkoromban, hogy azt gondoltam, ha nagyon sokat tanulok, ha bejárom a világot, sok mestertől meghalom a bölcsességet, akkor majd úgy életem alkonyán eljutok egy olyan tudáshoz, hogy minden szívet meg tudok gyógyítani. Képzeljék el a tudásházát, ott van a nagy kapu. Kinyitjuk a nagy kaput, és abban a pillanatban három kisebb kapu van, az élő tudományok, az élettelen tudományok, meg az emberi társadalommal foglalkozó tudományok. Már is fölteszik a kérdés, hogy merre akarsz menni, fiam? Ha azt mondtam, hogy az élő tudományok, kinyitottam a kaput, és ott nem három kaput leltem, hanem 30-at. Melyiken tovább? Az állatokkal, a növényekkel, az emberrel foglalkozzam? Tehát sok-sok kaput kinyitottam, és minél több kaput kinyitottam, annál több kapu mögöttem maradt zárva. Nem is nyitottam be a tudomány azon kicsi területére. Ez a balgaság odáig vezetett, hogy amikor éreztem, hogy nem elég napi 12 órában dolgozni, akkor elkezdtem lopni az időt. Kitől tudunk időt lopni? Hát aki legközelebb van hozzánk. A családunktól, feleségektől. Még mielőtt a többes számot félreértenék, 45 éve vagyok egy asszonnyal, és 42. éve házasság, 43. éve házasságban. És ezt azért zárom rövidre, mert ma este a születésnapját kellene ünnepelni, de elszámoltam megint az időt, és ki az, aki elszenvedi, aki legközelebb van hozzánk. Kitől loptam az időt? A feleségemtől, szüleimtől, testvéreimtől, majd amikor megszülettek a gyerekeim, a gyerekektől. Mert én Rákos Csabán laktunk, és a Városmajorba dolgoztam. Busszal, tömegközlekedésre, ez másfél óra oda, másfél óra vissza, ez 3 óra. És amikor hazamentem, akkor aludtak a gyerekek. Amikor elindultam, még aludtak a gyerekek. Jön a férfi logika, ha mi a fenének menjek, akkor haza, mert ezt a 3 órát arra tudom fordítani, hogy a tudomány oltárán égessem magam. Igen ám, de ez az idő se volt elég. Amikor már az ember senkitől nem tud időt lopni, akkor kitől lop időt? Önmagától. Tehát 20 éven keresztül 2 óránál többet nem aludtam. De ha kellett, akkor 2 hetet egyfolytában nem aludtam, és bármennyire hihetetlen is, erre szeretném önöket megtanítani, itt és most, hogy nagyon sok ember eljön hozzám beteg, és arról panaszkodik, jaj, professzor úr, nem tudok aludni. És mondom, mi az oka? Fáj valami? Nem. Gyötri van? Nem, csak nem tudok aludni. Hát mondom, ennél nagyobb kegyelmet a Jóistentől nem kaphat, hiszen ezt hasznosan tudja fordítani, olvashat, zenét hallgathat, televíziót nézhet, vannak nagyon jó műsorok, természetrajzi filmek. Nem arra gondoltam, amit éjfél körül az ESO meg egyéb tévé önöknek mond, erről fogok 2 szót beszélni. A lényeg az, hogy hasznosan lehet eltölteni, és főleg a 70 fölöttiekhez szólok. És lehet tanulni, elfelejtett verseket memorizálni. Tudnélik, az agysejtek azért lustulnak el, mert nem foglalkoztatjuk őket. Jó hírem van az időseknek, nagyon jó hírem,
Freud Tamás és Somogyi, két neurobiológus bebizonyította, hogy 70 éves korban is tudnak idegsejtek újra születni. Nem, hogy megmaradnak, hanem újra születnek. De hány agysejtünk van? Gondolkodtak-e ezen, vagy tudják-e, hogy csak a szürke állomány, a kéreg állományban, tessék kapaszkodni, 100 milliárd agysejt van. Az emberi létben az agysejtjeink kapacitásának maximum 5%-át használjuk ki. Hol van a 95%? Hát a jóisten ilyen bőségesen gondoskodott rólunk, ha el is veszik belőle, maradjon annyi, hogy megőrizzük az intellektusunkat. De a legfőbb dolog az, hogy a tanulás nem más, mint állandó ismétlés, és az agysejtek kapcsolatainak kiépítése, és annak megerősítése. Gyerekkorban tanult verset nem kell újból tanulni, csak ismételni. Sokkal könnyebben tanuljuk újra, ha nagyon nem felejtettük el, ha nem ástuk nagyon mélyre. De miért beszélek erről? Mert képzeljék el, hogy az önök összes őse, aki eddig élt a Földön, ők minden tudásukat átadták önöknek. Miben rögzítődik ez a tudás? Minden sejtünkben. Mondtam, hogy 100 milliárd agysejt, a testi sejtjeink 250 milliárd. És képzeljék el, hogy minden egyes sejt, amely bennünk van, aki, van olyan sejt, ami percekig él, napokig, hetekig. Miért érdemes tudni, hogy a vérlemezkék, a trombociták 7 napig élnek? Azért, mert aki gyógyszert szed, véralvadás, pontosabban vérröggátló gyógyszert, annak tudni kell, hogy ha egy nap nem veszi be a gyógyszerét, akkor egy hetede az újra született vérlemezkéknek már nincs alvadás ellen védve. A 2 napot kihagy, akkor már 2 hetede. Ezért, aki idős korban ilyen vérlemezke, vörösvértest, összecsapzódás, gátló gyógyszert szed, annak minden nap be kell venni ezt a 100 mg aszpirint és a 75 mg klopidogrelt, ez a kémiai neve, annyi nevet adnak, ez a leánykori neve, ezt megőrzi, többször férjhez megy a gyógyszergyárak, egyik, másik, így hívják, úgy hívják. A lényeg az, hogy ezek a gyógyszerek hozzákötődnek egy örök életre a sejtekhez. A vörös vértestek nagyon sokáig élnek, 110-120 napig, de egészében mondhatjuk, és az öreg szüléknek, öreg anyámnak a bölcsessége itt cseng a fülembe, amikor azt mondta, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul. Valóban minden sejt lecserélődik, van, amelyik újra születik, van, amelyik pedig egyszerűen megújul. Valamikor, nem is olyan régen még azt állították, hogy sem a szív izom sejtjei, sem az agysejtek nem tudnak születni, születésünkkor megvan, és abból csak veszíteni lehet. Egy nagyon érdekes kísérletet mondok el, Freud Tamástól hallottam. Hogyan jöttek arra rá, hogy időskorban is az agysejtek újra születnek? Ma már olyan vizsgáló eljárások vannak, a mágneses rezonancia, MRI vizsgálat, a komputer tomográfia, és hadd ne soroljam, a pozitív emissziós tomográfia, PET, amivel a sejtek minőségét is meg lehet határozni, és bármilyen hihetetlen, nagyjából a számát is. És van az agyunkban a tájékozódásért felelős agyrészlet, szép neve van, ezért mondom, az amigdala, és Londonban a taxi sofőröknél végezték el a kísérletet, ugye
nem taxizott 30 éves koráig, 40 éves koráig, megvizsgálták, mielőtt elkezdett volna taxizni, és utána 10 év múlva a taxisnak nagyon jó tájékozódási képességének kell lenni. A GPS az nem pótolja az emberi agyat, aki használja, tudja, hogy időnként érdemes kontrollálni, mert néhány száz kilométerrel arrább viszi, mint ahova akar menni. Az emberi agyat soha nem lehet pótolni, semmit nem lehet pótolni, csak átmenetileg helyettesíteni. Az a taxi sofőröknél megvizsgálták, amikor elkezdték a taxizást, és 10 év múlva az amigdalát, és döbbenettel tapasztalták, hogy másfélszeresére nőtt. Mert a tájékozódási képesség igényelte az amigdalának, az agynak, ezen részletének sejtfejlődését. Tehát, ha önök valamivel az agyukkal dolgoznak, akkor az agyuk még most is fejlődni fog, még ebben a korban is, amelyben én és mi vagyunk. És megint csak érdekesség. Einsteinről hallottak. Einstein egy nagyon furcsa ember volt, nagyobb haja volt, mint nekem, tehát igaz, hogy pántot nem hordott, tehát ugye mondták, hogy jó, ez a pap azért hagy, hogy szét ne menjen a feje, ugye? Nem, nem azért hordtam. A hajpántnak üzenete van, és a rajta lévő szimbólumnak is. Önök, akik itt vannak, mindannyian külsőséggel jeleznek, úgy öltöznek. Ez az egyénisége. Van, aki a pirosat, van, aki a kéket szereti, van, aki a fehéret szereti. A színnel, a formával már üzen a környezetnek, anélkül, hogy megszólalna, hogy én melyik érzelmi világhoz tartozom. Aki állandóan feketébe jár, az jelez, vagy gyászol valakit, vagy önmagát. Tehát nézzük meg, hogy ki mibe öltözik, és tartsuk nagy tiszteletbe a külső jeleket. A fizimiskánk, ugye? Einstein igen furcsa dolgokat tett, de az agyát használta. Ezért minden ér a testében elmeszesedett, a szív, a végtagerek, a máj, minden ér, kivéve az agyát, az agyi erek olyanok voltak, mint egy ma született gyermeknek. Mert azt használta. És akkor kimondom legalább háromszor ma, hogy mi a legfontosabb ahhoz, hogy valaki életben maradjon, és egészséges legyen? Ez egy kérdés volt. Válasz. Ha lesznek olyan kedvesek, az interneten utána lehet nézni, hogy van egy népcsoport. Hunzik vagy hunzák, így jelenik meg, ha ráklikkelnek. Tehát a számítógép, azon billentyűjét, ami a Google-ben rá lehet venni, ők azt mondják, a nevük is utal rá, hogy egyesek szerint genetikai rokonság van a magyarság és a hunzik között. Ezt nem látom bizonyítottnak, de az tény, hogy 1920-tól a tudósok a nyakukra járnak, mert szeretnék megfejteni a hosszú élet titkát. Nem olyan szovjet hosszú élet, hogy elveszett a anyakönyvi kivonata neki is, meg az apjának is, az öreg apjáét használja. És azért, hogy kicsit oldjam a tudományos feszültséget, ugye amikor az amerikai újságíró elmegy, mert hallja, hogy ott a Grúziában, ott, talán ott élnek a legidősebb emberek, és megy az amerikai riporter, és kérdezősködik a faluba, hogy hol lakik a legidősebb ember, és mondja, abba a házba tessék bemenni. Bemegy, ott van egy nagyon öreg. Alig tudja mozdítani kezét, alig tud beszélni. Látszik, hogy öreg, ag, és a riporter elkezdi kérdezgetni, hogy hát mondja már el, mi a hosszú élet titka. És elkezdi mondani. Mértékletesen enni,
mértékletesen inni, az asszony népen is csinyán bánni. Sorolja, sorolja, amit önöknek mondanak, és rákérdez a riporter, és kegyelmet hány éves? Hát én 152. Nincs ebbe a faluba idősebb ember? Dehogy is nincs, hát a bátyám a 167 éves. Hát ő meg hon van? Hol van a Perna Hajder? Hát képzelje el, tegnap, amikor birka pörködből teleette magát, megivott egy másfél liter bort, a szomszéd asszonyal üzekedett, és közben pipázás közben magára gyújtotta a pajtát, úgyhogy kórházba fekszik. Nagyon kell vigyázni az orvosi tanácsokkal. Én népmesei fordulattal kérem önöket, amit én mondok, a népmesében az van ugye, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Én konkrét dolgokat mondok, és én kérem, hogy mindenki járjon utána, mert attól nem csak azt a pár mondatos tudást szerzi, hanem utána néz, és nagyon sok új információhoz jut. A Hunzik valóban átlagosan 105-110 évig élnek. Ismeretlen betegség az érelmeszesedés, a szívinfarktus és a daganatos megbetegedés. Mi a hosszú élet titka? Két dolgot kihangsúlyoznak. Ez a vidék, ez 2500-3000 méter magasságban van a Nepál déli lejtőin, magasban vannak, gleccservizet isznak. Mi a gleccservíz? Az olvadó hó nagyon gyorsan átfolyik a kőzeten, kioldja az ásványi anyagokat, rendkívül magas az ásványi anyag tartalma ennek a víznek. Onnét származik a kajszibarack. 5 hónapig folyamatosan friss kajszibarackot tudnak enni, a másik 7 hónapban pedig napon aszalt kajszibarackot. Jelenlévő drága hölgyek, urak, az idősek tudják, hogy régen aszalták a szilvát is, a körtét is, az almát is napon, mert arra nem költöttek pénzt, hogy tüzelőt a nap kiszárította. Jó elő kellett készíteni, és ez volt az aszalék. No, ott a kajszi barackot aszalják, de van egy dolog, amit gyerekkorunkban öreg anyám annyiszor mondta, édes fiam, ne egyél annyi kajszi barac magot, mert megtörtük. Finom volt, mint a mandula. Kesernyi is, mert cián van benne. De szintén fontos, a természetben minden orvosság mértéktől függően vízzel is lehet ölni. Mennyiség kérdése. Tehát ők nagyon bölcsen, ahány húst vagy ahány aszalékot megesznek, annyi kajszibarack magot esznek. Na, a tudósok persze elkezdik vizsgálni, hogy mi van benne, tokoferol, E-vitamin, gyökcsapda. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Hunzik több száz év óta ezt már kipróbálták. Ezt általában tudják. De tudják-e, hogy a harmadik titok a legnagyobb titok, mert holnap hazamennek, kiteszik a gyümölcsöt aszalni, megeszik, ásványvízbe is keresik a magas, magas alap értékek, magnézium, kálium, nácium, klór, kalcium, tehát a nyomelemek mértékét, de a harmadik a legfontosabb. Amikor kedves szívbetegemnek azt mondom, hogy a gyógyszerek felét biztos, hogy elvesszük, mert legalább a fele méreg, a másik felét is el lehetne hagyni, és elmondom, az életem egyik legcsodálatosabb gyógyítását. 76 éves hölgyet hoztak be a Városmajori Klinikára több mint 30 évvel ezelőtt. Azonnal meg kellett operálni,
18-at, 20-at vert a szíve, eszméletlen volt. Nem lehetett választani. Beültettem a szívingerlő készüléket, másnap este felé visszatért az eszmélete, harmadnap elkezdtem kérdezgetni, hogy és milyen gyógyszereket tetszik szedni. Erre benyúlt az éjjeli szekrénybe, és egy 10 literes nájlonzacskót kitett, hogy ezt szedem. Mert úgy általában mondták, hogy hát olyan piros, kicsi, fehér, nagy, meg rózsaszín. Én addig még magam nem voltam gyógyszerszedő, úgy meg kell mondanom, kicsit bosszankodtam, hogy miért nem jegyzi meg, hogy mi a neve, de hogy is állítom össze a gyógyszereimet? Nem nézem, benne van a dobozokból, kicsi fehérből, abból nagy fehérből, kicsi pirosból. Hozzáöregettem, már értem az idős embereket, hogy miért így mondták, de a mama kipakolt, hogy akkor mama kipakolt nekem, 16 gyógyszer volt a nylon zacskóban. Sorba raktam. 5 gyógyszer az egyik oldalra került, 5 gyógyszer a másik oldalra. Ez az 5 gyógyszer egymással szembe ment. Egyik kioltotta a másikat, tehát rögtön 10-et el lehetett hagyni. 5 év, amikor megnyertem a bizalmát, 5 év kellett ahhoz, hogy a gyógyszereit nullára csökkentsem, 81 éves korára. Egészen pontosan volt gyógyszer, ő egy rendkívül neves családnak a sarja volt, és szerette a pezsgőt, tehát el volt rendelve reggel, este egy pohár pezsgő, és mivel székelési problémái voltak, ezért reggel, este egy banán. Ez volt a gyógyszer. 102 éves korába cseréltem utoljára pacemakert, soha más nem vettek. Hunzik. Emlékeznek rá? Még a titkot mindig nem árultam el. Mi a legfőbb titok? Mi az élet? Bor, víz, zöldség, gyümölcs. Á, nem. Az nagyon könnyű lenne. Hal. Az gyógyszer, de az életről beszélek. Az szeretet, az gyógyszer. Arról is fogunk beszélni. Mi adja az életet? Mi? A mozgás. Tessék megjegyezni. Az élet az mozgás. A Hunzik 95 évesen is 12 órát mozognak. Az, aki élni akar, annak mozogni kell. De mondja, jaj, de én alig bírok menni, a csípőröm meg a térgyem. Hát azért fáj, mert az izületeknek, az inaknak, az izületi toknak nagyon-nagyon gyenge a vérellátása. Hosszú évek során a kémiai mérgek felszaporodnak, és annyi idő kellene, ha úgy él, hogy azt, ha egyáltalán nem fogyaszt ilyen mérget, onnét eltűnjenek. Mi tudja a mérget eltávolítani, ha a vérkeringést fokozzuk? Mivel tudjuk fokozni a vérkeringést? Mozgással. Idős emberek tapasztalják. Tetszik tudni, elindulni nehéz, aztán már, ha egy kicsit megyek, akkor könnyebben megy. Na, amikor kedves urak megkértek arra, hogy a harmadik szívinfarktusom után menjek el az első magyar zarándok útra, ami 468 kilométer volt, és ugye mivel nem érek rá, nem olyan zarándokosan, hanem olyan, szóval nem 23 nap alatt, hanem 15 nap alatt megtenni ezt az utat. Ugye annál ostobább valaki, minél magasabb pozícióba kerül. Ilyen ostoba zarándokot, mint ez a professzor, nem hordott hátán a föld. Mert azok az zarándokok, akik meghívtak, azok végigmentek az El Camino-n. Az 900 kilométer fölött van. Igaz, hogy mindegyik zarándoktárs 20-25 évvel fiatalabb volt,
Tehát illett volna megkérdezni. Nem kérdeztem meg. És úgy elképzeltem, hogy mi kell a zarándoknak. Aztán úgy megpakoltam a hátizsákot, mert a zarándok viszi a házát. A legszükségesebb, remértem, 22 kiló volt. És az út Esztergomból indul, két nap a Pirisbe, harmadik nap Budapesten átmenni, a 22 kilós hátizsákkal. Röviden mondom, ugye a harmadik nap táján már 15 kilós volt, és az ötödik, hatodik nap táján 12 kilós volt. Ez is túlsúlyú volt, mert akkor kérdeztem meg, mert láttam, hogy az ő hátizsákjuk, hát hogy könnyen, meg is fogtam. Én ugye minden napra fehér nemű, ilyen váltás, ilyen cipő, olyan cipő, mint a turista, aki kocsival viszi magával, ahogy szoktunk. Mi bizonyára többször tapasztalták, elmennek telerajkába bőrdöltőt, aztán amikor hazajönnek a felét nem használták. De azt vitte a repülő meg a kocsi, ezt viszont a hátán kellett vinni az embernek. Ja, én még nehezítettem, mert a többiek ipari mennyiségű ételt fogyasztottak, én megfogadtam, hogy kenyéren és vizen fogom teljesíteni ezt a feladatot. Kenyér, 15 deka, 3 nap nem tudtam egy falatot sem enni, mert nem ment le a kenyér a torkomon, és barátaim mondtak, és egyebet mondom, én zsíros kenyéren éltem. A bótba vettem a kenyeret, a zsírt meg én adtam hozzá. Hölgyeim és pocakos urak, éhezéssel nem lehet lefogyni. Ha elkezdenek éhezni, fogyókúrázni, háromfajta táplálék, háromfajta minőségű anyagból épül fel a testünk. Szénhidrátok, fehérjék és zsírok. Amint valaki nem eszik, akkor felhasználja a legkönnyebb, a legkönnyebben elérhető energiaraktárokat, a cukrot, a glükóz-glükogént, és amikor ez elfogyott, akkor a fehérjét kezdi emészteni. Magyarul az izmunkat, ha éhezünk. De a Teremtő milyen fantasztikusan gondoskodott az élőlényekről. A természetben, ha nagy csoportban él egy állatsereg, mondjuk szabadon élő őzek, szarvasok, marhák, bölények, akkor ha elfogy az élelem, bármilyen ok miatt kiszáradt, föllegelték és a környéken nincs, nem indulnak útra az ostoba, nagyon okos állatok. Miért nem? Azért, mert tele van a hasuk. Mennyi kell ahhoz, mennyi idő, hogy kiürüljön a bélrendszer? Annyival könnyebb lesz. A bélrendszer az a hátizsák. 4-5 kilótól lehet megszabadulni, ha egy hétig nem esznek az állatok, itt a marhákról van szó, nem emberről. Kevés? Nem kevés. Ja, és a folyadék is veszik, tehát a legelső az, hogy kiírül a bélrendszer. Ez azért fontos, mert az emésztéshez a keringő vérmennyiségnek 1/5 kell. Tehát önök, amikor vasárnapi ebéd után úgy jól laknak, érzik, hogy de jó lenne pihenni egy kicsit, akkor nem szabad sétálni menni, hát hiszen az agytól is elveszi a vért a keringés. Soha ne menjenek teri gyomorral sétálni. Mert az izom elveszi a gyomortól, akkor emésztési zavarok lesznek. Emészteni nyugalomba kell. Nézzék meg a vadon élő állatokat, az oroszlán, ha elkapja a kis őzgidát, megeszi hát hogy rendes mennyiséget, 5-ször hosszabb a húsevőknek a vékony bélrendszere, ők meg tudják emészteni a húst, de mit csinál az oroszlán? 5 napig emészt, meg sem mozdul. Ugrálhatnak kis kecskék fölötte, rá se hederít, mert ő emészt. Az ember is emészt. Amikor kiürül a bélrendszere, no, akkor,
honnét venni a szervezet az energiát? Fehérjétől. De ha az izmot használják, magyarul mennek, futni nem tudnak, loholni, menni, zarándokolni, akkor az izom kéri a táplálékot. Mivel cukor nincs, hova tud nyúlni? A zsírraktárokhoz. Én 15 nap alatt 10 kiló zsírtól szabadultam meg. Ilyen egyszerű. Tessék megpróbálni, elmenni a magyar zarándokútra, kenyéren és vízen. Azt mondja, jó, de én már idős vagyok, biztos kegyelmed. Én is megkérdeztem, mert gyanúsan néztek rám ezek a profi zarándokok. Később elárulták, hogy először nem hitték el, hogy végigmegyek. Másodszor, ha végigmegyek, akkor belehalok. A családom is tudta, ezért ők aggódtak, hogy föl nem adom. De megkönnyebbült a 10. napon, a 11. napon. Fantasztikus érzés volt. Minden lépés fájdalmas volt. Nem azt kértem a jó Istentől, hogy végigmenjek, hanem csak egy lépést. Mindig egy lépés segítsen. Mindenem fájt. Igen. Áldozat fájdalom nélkül nincs. Még egy lépés sem. Amikor az ember, ugye még egy óriási trükk, a zsír nagyon sok vizet tartalmaz, akik sütöttek már zsírszalonnát, azt nagyon sokat gőzög, lassan kell elpárologtatni. De a puputeve is azért bírja ki a sivatagba víz nélkül, mert a zsírpúpjából nagyon sok vizet tud előállítani. Mi volt a másik előnyöm? Az, hogy ők minden nap megittak 5-6 liter vizet. Én meg fél liter, 1 liter, nem kellett többet vinnem, mert a saját zsíromból előállítottam a vizet is. Mielőtt elindultam, fájt a csípőm. Amikor befejeztem, elfelejtődött. Azóta se fáj a csípőm. De hogy alátámasztom, van egy Isten áldotta feleségem, aki csípő fejlődési rendellenességgel jött a világra, nem súlyos, csak olyan, hogy 45 éves korától egyre kicsit kisebb csípő ízületi mozgása volt. Már alig, tehát ebből az állapotból 30%-ra, 40%-ra tudta fölemelni a lábát. Ő hogy oldotta meg a problémáját? Lelki erővel, fájdalommal. Miért? A nők hiúságára kell meg. Elhatározzák a feleségem, és ő fölmegy a piramison. Nem viszi föl senki. Ott 60 centiket kellett emelni. Ugye először kezével segítette, fölhúzta, zokogva ment föl a piramis tetejére, és meggyógyult a csípőizülete. Én azért mondok ilyeneket önöknek, mert ez semmibe nem kerül. Tetszik érteni? A mozgás minden szervünknek a gyógyítója. Koleszterin. Hadd kérdezzem meg, csak bólincsanak, nem kell kezet föltenni, hogy hányan szednek koleszterin csökkentő gyógyszert. Nem, a bátrabbak bólogatnak, aki tudja, hogy mi következik, és miről fogok beszélni, az már előre készül, és ő nem bólogat. Orvos kolléga, tudom, hogy többen vannak jelen. Ezért megjelölöm azt a szakirodalmat, ahol az orvosok, de bárki utána tud nézni. A világon vannak olyan újságok, amelyek a szakmai csúcsot képviselik. Ezek általában angol nyelvűek. Az érelmeszesedéssel milyen újságba foglalkoznak, az arteriosklerózis. Az arteriosklerózis 2012. novemberi száma ez havilap. Utána tudnak nézni,
hogy 6400 emberen úgynevezett prospektív vizsgálatot végeztek. A tudományba is beavatom önöket. Prospektív az előretekintő, tehát előre meghatározzák, hogy kik kerülnek be a csoportba, és hosszú éveken keresztül követik őket. A retrospektív, a visszatekintő, ott adatokat bemondják, hát ahogy emlékeznek, vagy hogy megvannak a papírok. Ezért a prospektív, az előretekintő vizsgálat mindig magasabb értékű, mint a retrospektív vizsgálat. Mondom a végeredményt. 2400-an szedtek koleszterin csökkentő gyógyszert, 2400 fölötti 4000-en pedig semmilyen gyógyszert nem szedtek. Mit vizsgáltak meg? Ma már, ahogy mondtam az elején, MRI, CT, PET vizsgálattal meg lehet határozni, főleg a nagy ereken, de már a koszorús ereken is az élelmeszesedés foltját, a plakkot, annak nagyságát, kiterjedését, vastagságát és kalcium tartalmát. Ezt a hármat vizsgálták. Végeredmény, aki statinokat szedett, mindenkinek nőtt a plakkok száma, nagysága és kalcium tartalma. Az koleszterin csökkentő gyógyszereket szedőknél 50%-kal nagyobb volt a szívinfarktus valószínűség, és most jön a bomba, ugyanebben az évben, szintén novemberben a Diabetes Care, a cukorbetegekkel foglalkozó újság pedig leírja, hogy aki koleszterin csökkentő szed, annak 50%-kal magasabb a valószínűség, hogy cukorbetegség alakul ki. Úgyhogy javaslom, hogy ezt a méreg drága gyógyszert tessék venni, ha korán akarnak halni. Mert jön hozzám a beteg, és kérdezem, mi a baja? Hát tulajdonképpen panasza nincs, de a koleszterin a laborba kimutatták. Ott van két kereszt. Milyen rafináltak. Még így is üzenek, hogy kereszt, ha be van jelölve, akkor meghalsz. Tudat alatt ez dolgozik, bizony. Két kereszt, három kereszt, jújjúj, hónap meghalok. És meg szoktam kérdezni, és tessék mondani, ez a koleszterin fáj önnek? Nem, de hát azt mondta a doktor, hogy erre egy, kettő, de már, és érzi, hogy használ. Nem, azóta fájnak az izmaim, gyenge vagyok. Mondom, és akkor miért nem dobta el? Hát a doktor, ha visszamegyek hozzá, nincs olyan gyógyszer, amelyet orvos rendel, hogy a beteg ne érezni annak hasznát, hogy a szedje. De ha kárát érzi, azonnal abba kell hagyni. Mert minden új gyógyszer, minden emberen gyógyszer kipróbálás. Ha elolvassák a tájékoztatót, a mellékhatásokat, a koleszterin csökkentőknél is ott van, hogy izom, szívizom károsodás, májkárosodás is, nem gyakran, de halál. Hát milyen gyógyszer az, amely halált okoz? A mozgás nem okoz halált. A mértéke és a módját kell megválasztani. Tehát drága 80-80 feletti hölgyek és urak, ha élni kétféle lehet, képe lehet, mert életnek nevezhető az, hogyha félbénán, mozgásképtelenül, ágyhoz kötötten, kiszolgáltatva kell élni, ezt nem nevezzük életnek, ez vegetáció. Élni azt jelenti, hogy tudok menni, élvezem az étel ízét, kapok levegőt, ez mind-mind mozgás. És ugye elveszek 9 tablettát, és helyette kell 3 órát gyalogolni. Magánrendelő, hozzám csak úgy érdemes jönni, aki fizet, én senkit nem tudok meggyógyítani, soha nem is gyógyítottam meg senkit. Korábban operáltam,
Képzeljék el, hogy minden egyes műtétnél föltettem magamnak azt a kérdést, hogy ember, van-e jogod így beavatkozni az emberi létbe? Van-e jogod úgy megállítani a szívet, hogy nem tudod mindegyiket elindítani, és ezt tudod? Van-e jogod ilyen műtétet végezni? 49 ember halála kezeimhez kötődik, hozzám kötődik. Erre főleg a kollégák mondják, hát nem úgy van, mert hány embert mentettél meg? Egyet se. Egyetlen egyet se. Arra nincs bizonyíték. Segítettem? Igen. De a bizonyíték a 49 halott. Tessék majd hazamenni, fölpörgetni a 10 parancsolatot, és nézzék meg a ne ölj parancsot, hogy mi van a ne ölj után. Egy pont, nincs zárójel, kivéve ha szívsebész vagy, és úgy egyébként olyan sok ember. A ne hazudjnál is pont van, nincs zárójel, hogy kivéve ha politikus vagy. A ne lopjnál is pont van. Nincs odaírva, ha kivéve, ha megélhetésből lopsz. Hát miért lopsz, ha nem megélhetésből? Erre egy példát hadd mondjak, mert a nagyon szegény ember. Nagyon szegények voltunk. Ki voltunk telepítve, 3 gyerek édesanyámra maradt, mert az apámat büntetőtáborba vitték, és éheztünk. És ott volt az állami gazdaságnak a káposztaföldje, és édesanyánkat kérlettük, hogy édesanyja, hadd hozzunk már egyet el. Mondta, hogy mert annyi van ott. És azt mondta, édes gyerekeim, az is lopás. Menjetek el a rétre, szedjetek sóskát. Azt lehet. Nincs megélhetési bűnözés. A lopás, lopás. Ha 1 forint, vagy 1 milliárd, akkor is lopás. És ezért gondolják végig, hogy milyen nehéz a ma élő emberek élete, mert aki próbálkozik, és nem az állam segítségével él, dolgozik, vállalkozó, a vállalkozó, ha a törvényeket minden betűjét betartja, akkor 100% keresményre 117% adót és járulékot fizet. Magyarul mondtam, hogy én mi vagyok ilyen magánorvos, és akkor megkérdezik, és akkor ön nem csal, de bűnös vagyok, és nincs rá bűnbocsánat. Adót csalok, mert ha nem, akkor 117%-ot kellene befizetnem. És emlékeztetem az itt ülőket. Emlékeznek rá, amikor tanultuk középiskolába, általános iskolába. Hú, az a jobbágy, meg a hűbéri társadalom. 10-et kellett fizetni, meg 9-et kellett fizetni. Háborúba plusz adót. De jó lenne, ha ma is 20% lenne az adó. Tessék ezt így végig gondolni, de van, ami nem kerül pénzbe. Az én falum egy kicsi zsákfalu volt. Ott minden kert utolsó kis szöglete is meg volt művelve. Minden ember megtermelte a zöldséget, gyümölcsöt, krumpliát, állatot tartott. Ma a faluba egyetlen egy kertet nem művelnek. Néhol van egy kis gyümölcsös, és bejárnak Pécsre a nagy szemetet megvenni, és könyörögve kérem önöket, Magyarországon az emberek, gyerekek főleg, 6 órát ülnek televízió és kompjúter előtt. Tessék mindenkinek végig gondolni, hogy 1 órát a televízióból elvesz, ez a lelkének nagyon fontos, mert nem borzalmakat néz, kimegy a szabadba, műveli a kiskertjét, és 1 óra kerti művelésen megvan az egészséges zöldség, gyümölcs, és kis állat is. Azt mondják, képzeljék el egy nagyon híres professzor, aki Pécset járt egyetemre, Romhányi professzor nevét mindenki tudta. Kórbonc tanász professzor volt.
nem korbonstanász, hanem professzor. Mert a professzor az életre is meg kell, hogy tanítsa a hallgatóit. Föltette mindig a kérdést, hogy mondjátok, fiaim, lányaim. Igen, kolléganő megszólalt, hogy imádtuk. De akkor ő emlékszik, hogy mindig föltette a kérdést, hogy melyik a legjobb bor? És akkor jöttek, ugye az ország különböző részéről voltak. Villányi, Pécsi, Egri, Tokai. Nem. Szexszám? Nem. Tessék még mondani. Nem, a hasunkba mindegyikbe kerülhet. A saját. Mert tudom, hogy miből készült, és magamat nem mérgezem. Melyik a legjobb zöldség? Melyik a legjobb disznóhús? Melyik a legjobb csirkehús? Melyik a legjobb tojás? A saját. És a tojást is 2 perc alatt szeretném elintézni. Hát majdnem megfosztottak tőlünk. Amikor én kint voltam Bostonba, akkor próbáltam tojást venni, hát mit tud a férfi ember sütni, főzni a tojást. De fölütöttem a tojást, és nem volt sárgája. Pontosabban volt, de olyan nagyon halvány okkersárga. És ugye az egyik osztály biokémiai intézet volt, kérdezte, hogy mi van ezzel a tojás? Ha nem tudod, hát ez egészséges tojás. Mondom, mitől egészséges? Hát attól, hogy alacsony a koleszterin tartalma. És akkor jött a tudós, és kérdeztem, és tessék, és mondjátok, milyen kis csirke születik ebből? Semmilyen. A tojás az anyatej után a második, legfontosabb, legegészségesebb táplálék. Miért találták ki ezt a gazemberek? Hoztak nekem lapot. Ó, nézd meg, itt van a Time magazin, rajta egy serpenyő, talán mutattam is, Gödöllő, 2 szem, kóbászka. Aki tojást teszik, fúj, meghal, koleszterin. 1984. Újságíró van önök között? Jelentkezzen, mert nehéz sors jön rá. Tehát az újságíró, fogalmazunk úgy, hogy az átlagnál is feledékenyebbek. Mert 15 év múlva, 1999-ben, ugyanazon Time magazin címoldalán, ugyanolyan serpenyő jelenik meg, 2 tojás a szem, tükörtojás, a kóbászkát lecserélik sárga dinnyehére, hogy vigyori legyen, és mit írnak a tudósok? Hogy nem, hogy lehet enni tojást, hanem minimum naponta 2-t, de inkább 3-at kell enni. Most egy ilyen találkozón kérdez, hogy megpróbálta már valaki, hogy naponta megeszik minden nap 2-3 tojást? Hát nem hiszem, hogy olyan sokáig bírná. És így a sor, harmadik sorban egy idős ember azt mondja, professzor, én 30 éve naponta 6 tojást teszem. Úgyhogy ezt sem mondom, hogy nem bírja, mert van, aki bírja. De mi a lényeg? A Teremtő azért adta ilyen színesre, emlékeznek bennünket is, a növényeket is, az ételt, hogy válogassunk, amire szükségünk van. De így teszik? Hát honnét tanultuk meg a gyógynövények hatását? A fostos ló a rétnek arra a részére ment, ahova a gazda követte, és látta, hogy hát ez nem az, amit szokott tenni, itt ilyen mindenféle növények vannak. 2 nap alatt elmúlt a lónak a hasmenése. Az ember is megpróbálta, amikor a hasmenése volt. Jé, hát nekem is megfogta a hasamat. Gyógynövények tapasztalati értékek. Nagyon sokszor az állatok tanítanak meg bennünket. De használjuk. Önök hallottak róla, hogy 2008-ban a WHO az egészségügyi világszervezet világtalálkozóját Kínában szervezték, és ott kiadtak egy memorandumot. Itt nem a kínai gyógyításról van szó. Úgy megjegyzem, hogyha Kínába elmennek, akkor az első kérdés az, hogy milyen gyógyítást szeretne. Hagyományos kínait, nyugatit, vagy a 2 kombinációját. Magukat megkérdezik, hogy milyen gyógyítást szeretne. Kicsit gyógynövényekkel is segítsük,
mert azzal nem olyan hatásos, de nem is olyan ártalmas, mint a gyógyszer. Megkérdezik? Nem. Sőt, az, ó, az butaság. A gyógynövényes meg mondja, hogy ó, ezek a gyógyszerek mérgek, egyik sem igaz. A gyógyszerek csodálatos dolgok, ha megfelelően, megfelelő mennyiségbe szedjük. A WHO kimondta, hogy a nyugati orvoslás zsák utcába került. Mit jelent ez? Ha nem vennénk be, mi, ugye, mert szegény keleti világ, meg, tehát az emberiség kétharmada alig eszik gyógyszert, a fehér faj. Mi, a nyugati civilizáció, tablettákon élünk, meg a nagy áruházak termékein, ugye? Bemennek, megveszik olcsón a szemetet, utána átmennek a gyógyszertárba, és drágán megveszik a kiegészítőket. Mind a kettő méreg. Mind a kettő méreg. Mert a természetben mindenre megvan az orvosság, addig még nagyon nem vagyunk betegek. Ha súlyosan megbetegedünk, akkor kell igazán a gyógyszer. De a gyógyszer, ne felejtsék el, az mankó. Ha eltörik a lábunk, nem tudunk menni két lábon, mankóval. De mankóval nem lehet futni. Tehát a mankót minél előbb el kell felejteni. A WHO kimondta, hogy a nyugati orvoslás zsákutcába került, vissza a zsákutcából, és vegyék a nyugati orvoslás is igénybe a régi módszereket, az elfelejtett gyógynövénykultúrát, mert így többen halnak meg, mintha egyáltalán nem lenne gyógyszer. Angliában megvizsgálták, és kedves egészségére igazat mondok, megvizsgálták, hogy a kórházban elhunytak 23%-a orvosi, nővéri hiba, műhiba miatt hal meg. Ezért mondom önöknek, én tudom, hogy a kórház valóban veszélyes üzem. Oda csak betegen szabad bemenni, mert ha valaki bemegy egészségesen, biztosan betegen jön ki. Ez nem vicc, mert a kórházban olyan rendszabályok van, hogy kiirtják a baktériumokat, mindenkit. Ki marad meg? A nagyon erős virulens. Tudnélik, itt a kezemen, öreganyám mindig mondta, hogy mikor édesanyám rám kiabált, mentünk be az udvarról, a tyúkszaros, disznószaros, lószaros, marhaszaros udvarból, hogy sipírsz kezet mosni. Mire mondta az ők mama, hogy hagyjad, édes lányom, benne van a 7 kilóba. Hallottak a 7 kilóról? 7 kilónyi anyagot kell elfogyasztani, hogy az immunitáson kialakuljon. Orvosok tudják, hogy amikor megszületünk, jól tetszenek hallani. 1 millió ágensre multipotens sejtek vannak, ha időbe találkozik a gyerek, akkor kialakul az immunitás. Ha későn, akkor az allergia. Ez éppen olyan, hogy az üvegházba nevelik a növényt, és kiteszik a napfényre. Másnap estére elfonnyat. Hát üvegházban nevelkednek a gyerekeink. Hát gondolják el, az itt lévők mennyi időt töltöttek tavasztól késő őszig a szabadba. Csak ezt tessék figyelembe venni. És mire haragszunk? Városi vezető van a hivatalnok. Itt a parlagfüvet, aki nem írtja, ki büntetik? Hogy hívják a parlagfület úgy egyébként régies nevén? Hogy? Ambrózia? Hát az ambrózia az gyógyszer volt. Most is az. Mi változott meg? Az ambrózia? Pesti gyerekeket kivittek a Pilisbe, az erdőbe. Behajtották őket, allergiások voltak, nagyon allergiások. Behajtották őket az ambrózia közé. Egyetlen egy tüsszentés nem volt. Beültek a buszba, jöttek Pestre, Pest határába,
taknyuk nyáluk egybefolyt, tüsszögtek, nyálasztak, könnyeztek. Mi történt? Az ambrózia pollenjén van egy védő burok, mint egy üveggömb. Nem allergizál. A kipufogó gázok, és főleg a legújabb dízelüzemű kocsik, nem látjuk, már nanoszemcsék vannak. Addig legalább láttuk, az anyja, ez meg kéne csináltatni a motort, mert okádja a fekete füstöt. Most nem, a nanoszemcsét nem látjuk, csak a mikroszemcsét. A nanoszemcsék leoldják a burkot. És ahogy jöttek a városba, leoldódott a burok. Akkor kit is kéne, mit kéne kiirtani? Az ambróziát vagy a gépkocsikat? De van egy javaslatom. Tessék minden búzát elpusztítani, mert a lisztérzékenység ma már az emberiség fehérfaj jelentős részét terheli. Más, hát a teheneket meglőjük le, mert a tehén tej, pláne a magyarság körében elveszítjük a tej-cukorbontó enzimet, és ez hasmenést és hasi görcsöket okoz. Avagy esetleg ezeket az Istentől távol, a természettől elszakadt dolgokat kellene korlátozni. Van egy régi közmondás. Aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságra is képes. Már bebizonyítottam, hogy aljas ember vagyok, hiszen egy óránál tovább beszéltem. Te mennyi az idő? 7 óra mennyi? De hát még van vissza, amit még be is kell fejezni. Közérdekű közlemény. Május 31-én, pénteken, a Dunakanyarban, Verőcén, délután 17 órakor, Kárpát-medence első Cegei Vas Albert Múzeumát fogják fölavatni. Ez abban a szakrális térben van, ahol gróf Bethlen Farkas áldozatot hozván a Kárpát aljáról elhagyott farönkházakat bontatott szét, hozatott haza, azt már tűzifának használnák. Ezt újraépítette. Az egyik farönkház Cegei Vas Albert Múzeum. A következő lesz Nyírő József, de ott már áll 5 gyönyörű rönkház, 170 éves a legidősebb, 130 éves a legfiatalabb. Ott az enyészeté, itt pedig megcsodálhatják azt az építészetet, amit már-már elfelejtenek. A másik az nem közérdekű, csak jelzem, hogy egy Sipos Katalin nevezetű mérnök tanár vette a fáradtságot, és a könyveimből egy breviáriumot állított össze, Gyógyító gondolatok címmel. Nem az én érdemem a könyv, hanem Sipos Katalin tanárnőjé. Itt pedig a Kariosz könyvkiadó árulja a könyveimet. Én soha nem árultam, nem fogom árulni, mert én nem kereskedő vagyok, hanem gyógyító. Egy régi, nem elfelejtett, csak ritkán használt dologgal szeretnék én most élni. Ha valaki messziről jön, és szeretettel fogadják, akkor az elmenő, mielőtt elmenne, köszönetképpen áldást ad, áldást mond a jelenlévőkre. Amit föl fogok olvasni a Segítség című könyvből, egy 300 éves
régi magyar áldás. Nem az én érdemem, hála Teremtőnek, hogy egyre több ilyen régi szokásunkat vissza tudjuk venni. És akkor most megismétlem, ugye egy kérésem volt. Ne tapsoljanak. Hallják a csendet? Ebből van legnagyobb hiány. Ahol csönd és béke van, ott megkeres bennünket az Úristen. De nem csak megkeres, meg is talál. Templommá lehet tenni könyvtárat, szabad teret, ha sok jó ember kinyitja a szívét és megfogja egymás kezét. Én nem kérem, hogy fogják meg a kezüket, mert az is külsőséges. Megfogni egymást az annyit jelent, hogy egyszerre dobbanjon a szívünk és egyet gondoljunk. Erre ad lehetőséget ez a régi magyar áldás. Így szól. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. János evangélista, Krisztus Urunk legkedvesebb tanítványa életének utolsó több mint 10 évében mindössze 2 szót mondott ki. Soha többet, mint 2 szót. Én is ezzel búcsúzom. Ez a 2 szó, szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Isten áldja önöket, köszönöm a türelmüket, hogy meghallgattak. Köszönöm a Raj családnak, hogy minden évben bármilyen nehézségekbe ütközik, meghívnak. Az is hagyományá vált, hogy ilyenkor már tudom, hogy nem kell kenyeret venni, mert biztos, hogy kapom a kenyeret, amit... Ilyenek a nők, azt mondja, kalács! Lágy kenyér, még a nóta is azt mondja, kalács a legfinomabb kenyér, mert a szentölcsonkához is friss kalácsot ettünk, meg az volt az ünnepi kenyér. Ez ünnepi kenyér, ahogy mondtam, viszem a feleségemnek a születésnapjára. Jó. Köszönöm, drágaságom. Akkor a lágy kenyér. A lágy kenyér. Szívvel élekkel. Igen, szívvel élekkel. Saját magam által. Hozzá egy kis tüzes vízmos kivételés. Jaj, se a borról, se a pálinkáról nem tudtam beszélni, de majd köve, mert most nem bort kaptam, hanem pálinkát. Igen, kivételesen, nem adtok, hogy... Kedveseim, a pálinka attól különbözik a többi nyugati égetett szeszektől, hogy ez az életet menti át alkoholos formában, tele van nyomelemekkel, aroma anyagokkal. A pálinkából 3 cent, 5 cent, ennyit szoktam fölírni a javaslatra, borból 3-5 decilitert
vörösborból elég a három, fehérborból meg kell inni ötöt, mert a resveratrol az avasodást gátló anyag a vörösborban nagyobb arányban van. Az asszonyoknak mit javaslok? Bort. Ez csak nálunk furcsaság. Elmennek déli országokba, a gyerekkel is itatják a bort. De milyen érdekes? A római kultúrában soha nem ittak tiszta bort. Feles vagy harmados bort ittak, higították. A magyarok fröccsnek isszák. Tessék nyugodtan fogyasztani veresbort, különösen higítva, fröccs formájában, nem bűn. Azt mondja, hogy vörösbort higítani, meg abba spriccet, az bűn. Nem. A rómaiak soha nem itták a tiszta bort. Tehát ennyit, meg mennyi minden van, amit még el kéne mondani. Hát professzor úr, én nagyon örülök, hogy hallottam a régi áldást, amit én emlékeim szerint anno egy jó pár évvel ezelőtt születésnapot közelettével a művelődési ház színpadán próbáltam neked könnyek közt elmondani. Nem sikerült, de emlékszem egy kézfogásra és az azt követő nagy nyugalomra. És ez mindig megmarad bennem, úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy boldog vagyok, és hálát adok a Jóistennek, hogy téged megismerhettünk, és kívánom, hogy még sokáig gyógyítsál bennünket szívben, lélekben, és a kedves részvevőknek is mondom, hogy mi mindig áldással köszönünk, ha nem is ezzel, de mással, mivel mi csángó magyar gyerekeket patronálunk, egy Lábnyék nevű faluban építettünk néhány lelkes emberrel, mert mondhatom, hogy néhányan, mert egy 20 emberes csapatról van szó, egy magyar iskolát, és mindig a rendezvényeinken ezzel a csángó áldással szoktam én elköszönni. Tudják-e a férfiak, hogy csángó földön hogy hívják a férjet? Feleségnek. A férj is fél volt valamikor. Két fél egy egész. Feleség a férfi is, mert egy férfi és egy nő alkot egy egészet. És a csángó imában, a mi atyánkban, nem a csángó imában, hogy imádkozzák a csángók azt a részt, amikor az Úrhoz fordulva azt mondja, és ne vígy minket kísértésbe. Ezt mi így imádkozzuk minden felekezet. Az Isten visz kísértésbe? A csángók hogy imádkozzák? Légy velünk a kísértésbe. Mekkora különbség? Bocsáss. Természetesen lehetőség lesz, gondolom, valamennyi ideig a professzor úrral könyveket, ha valaki vásárolt, aláírja. Prózai dolog az áldás előtt nem szeretném elrontani, de ez az est csak úgy jön létre, ha mi hozzájárulunk. Kérjük, hogy ebben segítsenek. Szeretnénk azt a néhány alkalmat még megragadni, amikor tudunk olyan embereket hívni közénk, akik tényleg lelkünk javára szolgálnak. És akkor az áldás. Feljött a nap szép fényesen, bünköt is üt igyenyesen. Feles jött, eles haladott, nekünk örömöt hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket s a lelküket. Isten áldja meg. Szabad megtapsolni. Köszönöm.